Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Lázár Zoltán, 7-szeres fogadhajtó világbajnok. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, én is üdvözöllek téged. Megszoktad már, hogy 7-szeres vagy? Hát ezt nem javítom, ha kevesebbet mondtam volna, akkor kijavítalak. De néha még szokatlan azért, amikor mondják, hogy nem 6-szoros, hanem 7-szeres. Hát ugye még friss az élmény? Hát frissnek mondható, és ugye egy hónappal ezelőtt tudtam 6-ról 7-re írni a számot, úgyhogy friss. Azt mondják, hogy mindig az első a legnagyobb nálad, és a 7 világbajnoki aranyérem közül az első a legbecsesebb? Talán igen, mert én először, amikor világbajnok lettem, egyből egyéni aranyérmem volt, és nem csapat. Úgyhogy mindig az első a legkedvesebb, ezt én is alá tudom írni, de mindegyikhez nagyon, nagyon jó emlékek fűznek, de a különbséget kell tenni, akkor természetesen én is azt mondom, hogy talán a legfényesebb számomra az első. Akkor utána napokban érezted, hogy ilyen szép lesz majd a pályafutásod íve? Hát azért volt érdekes az én első világbajnoki címem, mert én ott nem éreztem, hogy ott világbajnok tudok lenni, mert arra a versenyre talán esélyes voltam, de olyan nagyon-nagyon nem, tehát sok-sok szerencsének kellett ahhoz történnie, és nagyon jó formának, hogy világbajnok lehessek. Tehát még a legdédelgetettebb álmaim se voltak ennyire bátrak. És hát ott világbajnok tudtam lenni, utána gondoltam meg, hát ez egy plusz motivációt, plusz ambíciót adott nekem, és utána gondoltam, hogy azért itt még nem állunk meg, viszont a bátyám is nagyon erős volt, és tudtam, hogy még neki is lesz világbajnoki, egyéni világbajnoki érme, és hát bíztam benne, hogy én is még azért tudok gyűjtögetni. Biztos, hogy nem foglalkozol ezzel, de ha igazak, amit a statisztikákban írnak, akkor megelőzted a bátyádat. Tudod-e, hogy mire gondolok? Nem. Te vagy az egyetlen versenyző a világon, aki mind kettes, mind négyes fogadhajtásban, mind egyéniben, mind csapatban világbajnok tudtál lenni. Tehát ilyen nincs a statisztika szerint. Ez így is van, ez a valóság. Na, akkor... És hát neki ugye 9 világbajnoki aranyérme van, ő a világon a legjobb kettes fogadhajtó, a legeredményesebb kettes fogadhajtó, ő ezt viszont elmondhatja magáról. Én meg azzal büszkélkedhetek, amit te mondtál az imént, hogy egyéniben és csapatban is, kettesben is és négyesben is világbajnok vagyok. Látod, ezt lehet, hogy amikor én először nyertem világbajnokságot, ezt lehet, hogy akkor még nem éreztem, hogy így lesz. Benne lesz. Ennél lehet még feljebb? Hát ez egy gyakori kérdés, hogy megvan a 7, most akkor hova tovább? Nem is a 7, hanem ugye hova, most már van egy ilyen hova tovább, de történet de, is, hogy világon te vagy az egyetlen, aki ezzel... Hát lehet, mert még lehet plusz érmeket, tehát a 7-ből lehet 8-8-ból 9. Nehogy megelőzzenek? Tehát, nem is. Ez azért mi életünk, és mi ezt nagyon-nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy sok esetben már nem is csak azért csináljuk. Nyilván minden sportoló nyerni akar, és az a legszebb, amikor nyer, de sok esetben nem csak azért csináljuk, hanem azért csináljuk, mert ez a mi életformánk, és mint ahogy fogalmaztam, ez a szerelmünk. Idén a kettes vagy négyes fogadhajtó verseny volt a versenyed? Ugye a kettes VB, négyes EB? Ez egy hosszú történet, mert ugye én alapvetően négyes fogadhajtó vagyok most már 2004 óta. Igaz, hogy azóta egyszer indultam egy kettes világbajnokságon 2009-ben, mert hogy Magyarországon volt egy kettes fogadhajtó világbajnokság. Tehát én mindig azért négyesben készültem, és hát tavaly jött egy ötletünk, úgy is mondhatnám a bátyámmal együtt, de főként azért az én ötletem volt, hogy mi lenne, hogyha az idei évben váltanék, és hajtanék kettest is. Most akkor még... Hogy újra egy csapatban legyetek. Egy csapatban legyünk, hisz ez egy régi álmunk, hogy hát ha megadatik nekünk még az, hogy egyszer állhatunk egy csapatban a világ tetején. És most éreztünk erre lehetőséget, éreztük azt, hogy megvan a megfelelő állományunk, és éreztünk magunkban még erőt.
De hát a másik az, hogy viszont a négyes fogadtató Európa bajnokság Magyarországon lett megrendezve, Zsákon, és hát ott meg az, hogy Magyarországon az kötelezett arra, hogy ott is el kell induljon. Tehát még ilyen évem se volt, hogy két nagy világbajnokság, talán ez is a legekbe illik, mert én szerintem nem volt még két nagy világversenyen egy éven belül elindultam, és mind a két világverseny között összesen 3 hét különbség volt. Tehát azért ez a felkészülésemet nehezítette. A kérdésedre válaszolva, hogy melyikre készültem talán jobban, én a kettes fogadhajtásra készültem, mert ott éreztem magunkban azt, hogy dupla eséllyel indulhatunk, bármelyikünkből lehet világbajnok, és csapatban is világbajnokok lehetünk. Még a négyes fogadhajtásban nem voltam ebbe annyira biztos. Nekem az volt a tervem, hogyha dobogon tudunk egyéniben és csapatban is végezni, akkor az már nagyon nagy siker. Egyénibe, ugye négyes fogadható ebben bronzérmes lettél. Az egyéni bronzérem az egyébként nagyobb lett volna akkor, hogyha csapatban aranyérem van? Melyik a? Mert valahol egy egyéni sportág ez. Hát az egyéni eredményekből... Melyik a jobb neked? Melyik a nagyobb? Nehezett kérdeztél, és erre igazán nem is nehéz is válaszolni. Mindenféleképpen talán az egyéni győzelem, ami igazán fontos, de tudom, miért kérdeztem, bocsáss igen, meg, mert ugye te emelted ezt ki a Izsáki után, hogy örülsz, hogy egyéniben bronzérmes lettél, ugye megvan az első egyéni érmed négyesbe EB-ről. Igen, talán az fontosabb, de én mindig is csapatjátékos voltam, tehát nekem nagyon fontos az is, hogy ha egy csapatban vagyok, akkor az a csapat is jó eredményt érjen el, és aztán a végén pedig ugyanolyan büszke vagyok arra az érmemre is, mint akár az egyéni érmemre. Csak ez nehéz, hogy mindig mindenki jól járjon. Én is, meg a csapat is, tehát azért ez... De egyéni eredmények alapján jön össze a csapat eredmény is, tehát innentől kezdve, ha egyéniben jól vagy, akkor a csapatban is jó eredményet kerül be. Azért ez egy nagy vízválasztó volt ez az év. Ugye kettesre is gondolok most, meg a négyesre is, a sikeretekre. Mert ugye korábban arról lehetett hallani, olvasni, hogy nem igazából vagytok jóba a nemzetközi vezetése vagy a bírókkal. Tehát volt egyfajta kisebb konfliktus, éneket lehetett hallani. Ennek is volt betudható egy-két úgymond nem tőletek megszokott eredmény. Igen, hát ez egy hosszú folyamat volt. De volt ilyen akkor? Volt ilyen. 2004 óta... Inkább nem is 2006 óta egy kicsit megváltozott a sport is, és megváltozott talán a mi megítélésünk is. A sport ugye 3 versenyszámból áll össze, és van a díjhajtás, a maraton és az akadályhajtás. A díjhajtás egy szubjektív versenyszám, ahol versenybírók pontoznak. A maraton és az akadály az teljesen objektív, ott órával mérik az időnket. Meg te mered le, ha levered, te akadsz fel, van, ha felakadsz. Így van. És a díjhajtásban azért nagy szerepük van a bíróknak, és az utóbbi években, majdnem azt mondhatom, az utolsó évtizedben, de ez nem teljesen igaz, ezen nem pontoztak minket. Volt egy ellenszél, mi szerint a milipicai lovaink azok nem alkalmasak a díjhajtó feladatra, feszesebbek, nem úgy mennek, sokkal jobb a sportfélvérek erre. És úgy érzem, hogy idén egy kicsit megtört megint ez a jég, hisz idén a díjhajtásban ott végeztünk mindig az élmezőnyben, ami nagyon-nagyon fontos, és lipicai lovakkal végeztünk ott az élmezőnyben. És hát utána én büszkén is mondtam el a sajtótájékoztatón, hogy valahol nem csak a mi becsületünket, hanem a lipicai lovak becsületét is mentettük meg. És hát a másik, ami megváltozott a díjhajtásban, hogy nagyon nagy pontkülönbségek voltak. És aránytalanul elcsúszott a díjhajtás irányában a sport. Állítólag ti lobbiztatok is, hogy ezen módosítsanak, ha jól emlékszem. Így van, de hát ez egyelőre kútba dőlt. De idén ez is megváltozott, és idén sokkal nyitottabbá hagyták a versenybírók,
D-hajtás után a verseny. Tehát mindenki közelebb volt pontban, és hát lássuk meg az eredményeken is, látszik az, hogy a világbajnokságon is, és az Európa-bajnokságon is az utolsó napig, az utolsó pillanatig nyitva volt a verseny. Tehát sok esély volt még rám. De ezért mondtad azt, szerintem nem ezért, hogy a kis tapolcsányban, hogy a világbajnokságon élete legjobb díjhajtását tudtad le. Hát képzeld el, hogy ha folyamatosan úgy érzed, hogy igazságtalan lepontoznak, akkor neked valami extrát kell nyújtani ahhoz, hogy utána változzon ennek a megítélése, és ott tudjál lenni az élmezőn, mert ott harmadik lettem ebben a versenyszámban. Igen. Ott tudjál lenni, és hát én azt kell, hogy mondjam, hogy talán igen. A kettes fogatommal, még kettes fogadban még biztos, hogy nem mentem ilyen díjhajtás. Tehát kitűnően sikerült, és hát azért meg is kaptam ért a jutalmamat, harmadik lettem ott. Akkor most, ha megint ott vagytok a felső polcon, a bírók fejében is most? Jövőre fog kiderülni, idén még nem tudjuk, idén ott voltunk, de hát aztán jövőre, hogy ez folytatódik, ez a tendencia. Én nagyon-nagyon bízom, hogy fog folytatódni, mert ez a sportágnak az érdeke. Hát miért ne folytatódna, hiszen annó, amikor egy kicsit úgy ellenszélbe kellett hajtani, azért annak megvolt a német versenyző, az oka, meg a dopping, meg stb. Tehát ott volt egy történet is. Hát igen, volt egy történet, ugye ez a 2004-ben. Így van, nem akartam már ezüstérmes, ezüstérmes lettem, és az aranyérmes versenyzőtől elvették az aranyérmét, és én kaptam meg. Doppingolt nem ő, hanem az egyik lován, de hát nyilván igen. Nem magától doppingolt az a ló. És aztán utána ez miatt rám haragudtak, hogy én kaptam meg az aranyérmet, holott én semmit nem tettem olyat, ami miatt kellett volna haragudni, és itt lesz egy kis ellenszél. Emiatt, igen. Nem, akkor most már minden elcsitult ezek szerint. Ha ez az év legalábbis azt tükrözi nekem, igen, hogy most igen, már igen, minden igen. Rendben van. És úgy érzem, hogy innentől kezdve lehet menetelni, és azt kell mondanom, hogy kitűnő évet zártam, hisz azért a Lázár csapatunkban a Vili egyéni világbajnok lett, csapatvilágbajnokok lettünk, én a világbajnokságon egyéni bronzérmes lettem, a négyes fogadhajtó Európa bajnokságon pedig egyéniben bronzérmes és csapatban is bronzérmes lettem, és hát ugye a mi csapatunknak van még egy harmadik tagja is, a kisfiam, aki, hát hogy büszkélkedjek most, de a magyar bajnok lett, de a díjugratásban, tehát más szakákban van, magyar bajnok lett, a korosztályos magyar bajnok lett, pedig az ő korosztályában most került bele, és magyar bajnok tudott lenni, és egy nagy, az egyik legnagyobb magyar versenyt, a Széchenyi emlékversenyt a felnőttek kategóriájában is sikerült megnyerje. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy kitűnő évet zárt a Lázár Team. Mítosz, jól mondom? Igen. Azért említem ennek a csodalónak a nevét, mert ugye azt mondták sokan ellen drukkerek, hogy csak azért vagytok jók, mert ott van egy mítosz. Nincs ott, most már. És mégis tudtatok világbajnokok lenni, tehát volt egy ilyen hozzáfűzés, komment is a részükről, hogy csak persze, annak mindig, lónak mindig köszönhetitek. Vannak olyan, akik megpróbálják megmagyarázni, hogy miért sikerült. Nem igaz, hisz én nekem sok esetben nem adott meg, hogy mindig egy fogatot csak sok-sok éven keresztül, hanem évente mindig más fogattal tudtam versenyezni. A bátyám lova volt különben a mítosz, és már az előző egyéni aranyérmét is, nem még akkor ott volt, bocsánat. Végig kell gondolnom, hogy lehet, hogy aztán neked lesz igazad, hogy most volt ez a következő olyan aranyérme, igen, ahol nem volt ott a mítosz. Ugye hát ez egy olyan sport, amit ló nélkül nem lehet, és igazán jó lóvak nélkül nem lehet csinálni, és hát ez is bizonyítja azt, hogy azért nehéz még egy mítoszt találni, de most talán megvan. Mégis igen. Melyik az? Hát ez népszerű, lehet, hogy több mítosz van meg, mint volt, de a mítosz egy kanca, és 24 éves most, és éli a boldog nyugdíjas öreg éveit. Hol élni? Ott nálatok? Domonyvölgyben, igen, a legelőn kint van, és csikókat nevel, most már a harmadik csikója született meg. Na,
akkor lehet, hogy még utód is lesz, akit majd, aki majd szintén világbajnok lesz? Hát sosem lehet tudni, bár itt a lovaknál sem biztos az, hogyha valaki tehetséges. Igen, tehetséges, akkor a csikója, igen, mint az emberek gyermeke, ugyanúgy tudja tovább csinálni, hát ez majd az élet megmondja. Na, visszatérve a mítoszékra, tehát akkor magyarul igazoltátok, hogy nem csak a rendkívül jó képességű lónak lehet betudni a szép sikereket. Tehát ennek volt egy üzenete, és ennek a sikeres hát 2013-nak. De a mítosz idáig azért jelentősen ott volt a sikereinkben, de most ebben az évben nem volt már, és úgy tudunk sikeresek lenni. Ez egy jó visszaigazolás nektek. Abszolút. Jól dolgoztok, jól csináljátok, amit csináltok. Így van. Mi a baj a lipicaiakkal? Mármint a külföldi megítéltetés szempontjából. Miért nem akarják elfogadni? Miért mondják azt, hogy már ők már múlt század lovai, úgymond, tehát már nem odavalók? A sport az folyamatosan változik, és sajnos ez is egy változás volt, hogy a díjhajtó feladatok is változnak. És a díjhajtó feladatokban olyan változások történtek, és abban az irányban ment el igazán, ami a lipicai lónak nem nagy előnye, hanem inkább a hátránya volt. És ez miatt alakult ki ez, de természetesen a tenyésztőknek is, nekünk is, mindenkinek változni kell ebbe az irányba. Másképp kell őket hajtani, másképp kell őket fölkészíteni, és hát csak ott is a legjobb egyedekkel. De tenyésztés szempontjából azért az nagyon nehéz ott megmozdulni, mert ugye más lóval nem akarjátok keresztezni, ugye? Tehát akkor igen, de azon meg idő kell, hogy azon belül igen, de az meg sok idő kell, mire ez változik. Én szerintem ezt azért most már lassacskán próbálják lekövetni a lipicai tenyésztők, és talán jó irányba van, és mondom, én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ebben az idejében ezzel a díjhajtó eredménnyel, a díjhajtással, amit hajtottam Kistopolcsányban, illetve Izsákon, fog változni, és újra el fogják fogadni. Talán ebben volt egy kis más lobby is, hisz azért a lipicai lovat Kelet-Európában tenyésztik elsősorban, és talán nyugati lobby erősebb volt. De ha nem is fordul meg, de bízunk benne, hogy el fogják ismerni újra. Hány lipicaid van? Most megint olyan kérdést tettél föl, hogy erre föl kellett volna készülni, mert pontosan nem tudom. Mert hát ez nem olyan, mint hány gyereked van, ez sok. Mert van egy jó néhány. Jó, azok, akiket versenybe be tudsz összesen mi, amivel versenyre készülünk, az egy olyan, most edzőtáborban voltam tavasszal, ott a villóval is ott voltam, 14 lóval voltam edzőtáborban, abban 10 lipicai volt. Tehát amivel nap, de többségében akkor több lipicai van, mert a régi tenyészkancák, mint ahogy a mítosz is, a régi kancák, a régi lovaink, amik kiöregettek, azok is ugyanúgy ott vannak velünk, csak ők már nem versenyeznek. Meg van egy kisebb ménesünk, egy pár kancából álló, szintén ebből a kiöregedett lovakból álló ménes, azért mondom, hogy nehéz megmondani, hogy mennyi, de még ezen kívül is azért vannak lipicai lovunk, hisz mi szeretjük őket nagyon. Tenyésztéssel mennyire foglalkoztok? Mennyire mentek bele ebbe a témába, hogy Domonvölgyben esetleg kitenyészteni jobbnál jobb lovakat? Előbb mondtam, tehát van egy pár olyan kancánk, amikkel mi versenyeztünk, és most már csak azokat a kancákat állítottuk be a tenyésztésbe, kiöregettek, és próbáljuk a legjobb egyedekkel. Tehát tudatosan próbáljátok a tenyésztésbe. Igen, legjobb egyedekkel fedeztetni őket, és hát van már olyan lovunk, amit készítünk, és lehet, hogy egy-két éven belül ott lesz, és nálunk született, illetve az én fogatom, tehát nekem a legjobb lovam is, az is már ott nálunk Domonyvölgyben született, úgyhogy azért egy-két olyan ló van, amit mi tenyésztettünk. Mert egy újabb cél lehetne, hogy utána onnan vásárolnak majd a ellenfelek lovakat tőletek. Akár. Mert ugye annó ugye eladtátok a lovakat még nagyon régen, ugye Amerikában, vagy hol? Tehát volt ilyen történet is régen, amikor... Igen, volt, hogy 93-ban volt Amerikában világbajnokság, és aztán akkor úgy volt, hogy mi lehet, hogy abba adjuk ezt a sportot. Igen. És volt olyan időszak, ugye most már az elmúlt 20 pár évben először, hogy egy lovunk volt összesen. És aztán abból az egy lóból sikerült újraépíteni és újra versenyezni.
mindkettőnknek. És azért is említettem ezt a tenyésztést, mert akkor még lehet tovább, és akkor itt lehet fokozni akkor a dolgokat, nem? Hogy most már saját tenyésztésű lovaitokkal versenyeznek a vetélytársak. Igen, de... Ez hát egy cél lehet egyébként? Azért megmondom őszintén, hogy azért mi figyelünk annyira, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy nem az, hogy ők ne versenyezzenek, hanem hogyha valamelyik egyet kitűnő, akkor azzal mi szeretnénk versenyezni. De azt hiszem, hogy van az a pénz, amiért. Na, az biztos. Az biztos, ezt én is aláírom. De az minden esetre nem tenne rosszat az imidzsnek, nem? Hogy Domonvölgyben nevelkedett lovakat viszik Európában. Hát nem. De hát az se, hogyha mi világbajnoki címet érünk el ezekkel a lovakkal. Igen, csak kérdés, hogy meddig? Tudom, ezt a kérdést már unod, mindig fölteszik. Konkrétan soha nem válaszolsz, te sem rá, sem Vili. Tudod, tehát mondtam már itt is, hogy ez a mi szerelmünk, és az ember a szerelmét azt azért nem szokta elhagyni, de biztos, hogy évről évre egyre nehezebben tudjuk csinálni. Ugye a Vilinek is rengeteg feladata van, ő neki azért idén én készítettem föl a lovait, mint ahogy mondtam, 14 lóval voltam az edzőtáborban, tehát azért nagyon sok munkát igényelt, hogy mind a kettőnknek kettes fogat, hajtó világbajnokságra fölkészítsen a fogatot, illetve nekem a négyes fogat hajtó Európa bajnokságra. És én egy kicsit fáradt vagyok, és hát a verseny előtt azt mondtuk, hogy hát meglátjuk, majd értékelünk a verseny után. Értékeljük azt, hogy most abba adjuk, vagy sem, vagy csináljuk tovább. Volt, aki azt mondta, hogy biztos, hogyha most jó eredményt érünk el, akkor most abba fogjuk hagyni. Igen, mert van az a mondás, hogy tud időbe abba hagyni. Hát meg a csúcson kell abba hagyni. Igen. Csak hát a csúcsot akkor tudod, amikor már nem vagy ott, hogy az volt a csúcs. És hát itt a világbajnokság, az Európa bajnokság után még nem mondtuk ki, meg nem is mondjuk, de hát valószínűleg, hogy folytatni fogjuk, mert hát úgy készülünk meg úgy próbálunk most egy-két lovat vásárolni, és hát két év múlva itt hazánkban fogják rendezni a kettes fogadható világbajnokságot, és ott, mint a bátyám, mint címvédő indulhat. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy én azt fölvállalom újra, még nem tudok most erre válaszolni, vagy sem, hogy újra vele együtt egy csapatban elinduljak. Most megmondom, biztos vagy benne, hogy igen fogsz mondani. Tehát ez nem lehet kérdés, mert más nem, akkor csak azért, mert itthon. Tehát hát az egy nagy húzó erő. Azért mondom, hogy itthon a hazai közönség előtt versenyezni. Szerintem, aki ismert, hát csak egy kicsit is az azt mondja, hogy ott leszel a kettes fogadható VB-n is. Minden sportolónak kívánom azt, hogy egyszer egy ilyen nagy világversenyen a hazai közönség előtt sikeresen versenyezzen, mert ez fontos. A fantasztikus érzés. Zárásként, ebben az évben itthon láthatunk-e hajtani? Már nem. Én ebben az évben már szokták mondani, hogy szögre akasztottam a szárat, tehát nem szeretnék versenyezni. A lovaim is pihennek, hisz nehéz év után vannak, és nem akarok a már... Téli szakásos paplászló fedeles történet? Ott sem fogok indulni. Nekik is kell egy kis pihenő, nekem is kell egy kis pihenő. Én 23 éve versenyzek folyamatosan, és néha most már öregszem kell időt szakítani arra is, hogy tudjak pihenni, úgyhogy most lesz egy pár hónapos pihenőm. Igen, mert fedeles is kihagyom. Nem teljesen a fedeles szezont is kihagyom, így van, tehát a téli szezont ki fogom hagyni. Egy pár hónapos pihenő, ami nem azt jelenti, hogy lovak nélkül telik, mert ugyanúgy a lovakkal is, és aztán utána elkezdjük a jövő évre a felkészülést. Mire fogod most szállni ezt a felszabadult időt, amit mégsem fogsz annyit lovakkal foglalkozni? Hát lehet azért, tudni, van valami speciális hobbi terved, amit most meg akarsz valósítani? Azért nekem van más feladatom is emellett, tehát azért ott a családom, nem véletlenül őket mondtam el először, akikkel keveset lehettem, mostanában a saját fiamnak a versenyére is nagyon tudtam eljárni. Illetve hát ott vannak a vállalkozásaink, amivel szintén kell foglalkozni. Meg hát én egész évet úgy csináltam végig, hogy sérült volt a bal lábom, úgyhogy most fognak vele műteni. Most is fáj? Hát így, hogy ülök, nem, de hogyha sokat kell menni, akkor igen. Tehát a térdem megsérült még kora tavasszal, és nem tudtam versenyt. Porszabálás? Hát igen, porcokkal van baj, meg a szallagok is szakadtak részlegesen, nem tudtam
akartam megműtetni, hiszen volt arra idő, és hogy most fölépüljek. És hát most műtét, úgyhogy most itt a versenyszezon végén egy kis műtét is belecsúszik. Bár ez ne lenne, de hát ez lesz. Ne, gyorsan túlmész rajta, és akkor lábadozás, pihenés is. Akkor pihenés, és kezdjük előről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.